nem egy gyorsan, hogy most azért most okay. Egy is azért most elakadjon, hogy valami probléma legyen belőle. Igen. Na, addig viszont köszöntök minden kedves nézőmet, itt Kent a Besz ismétete, és a mai nap alkalom, ami március 15-e van, ezért ismétete összecsapok itt XPR Matthew-val, vagy ahogy tetszik. Köszöntök minden egyes hallgatót. Hát most még hallgat, igen, de közben ő is közvetíti a saját csatornáján majd mindjárt a játékot. Csak én hamarabb kezdtem el. Ami most el is kezdődött ebben a pillanatban. Most kezdtem el én is. Jó. Akkor én is üdvözlök minden egyes hallgatómat a mai esti streamünkben, ami már konkrétan ebben a számozatban a harmadik streamünk a mai nap. Mi vagy, ha már pont ünnepi nap van, nem csak, hogy ünnepi nap van, de most konkrétan az, hogy most van egy hónapja, nálam pontosan egy támozott egy hónapja, hogy elkezdtem streamelni, így nagyba. És pont február 5-e volt, amikor megjelent a Jamforce. Most ennek örömére egy egész napi streameket kell nyomatni. Mindenki érezze a törődést. És nekem meg most lesz egy hónapja, nem? Holnap. Hogy te is elkezdtél streamelni, nem? Hát végül is, igen. Mert te 16-án streamelt, kezdtél el streamelni. Kicsit már, hát hogy elfogyatkoztam most így ideje Jamforce-tól, de semmi baj, mindjárt rájövök, hogy mi hogy működik. Egyébként, hogyha annyit elmondanék itt, mert közben meg elmondta Matthews-nak, hogy itt egy csomó újdonságról hallottam az elmúlt időszakban, miszerint, hogy Kaiba már biztos, hogy be fog jönni, legalábbis, hogy megbízható forrásokból be fog jönni a játékba, mint használható karakter. És nem csak, hogy is van beállítva az a barát. Ja, Invite Friend, igen. Na, addig én beállítom gyorsan kezdésnek, akkor szokásos izé karakterekkel kezdünk, legalábbis, hogy én biztos. Ha gondolja Matthews-ba is, Márti, hogy akkor hozhatja ő is. Ez random lesz az a pálya. De annyit elmondanék, hogy akkor... Csajok azt, hogy múltkor, hogy úgy kezdjük, hogy a kreált karakterünkkel, és akkor utána majd beváltunk valami teljesen másokat. Igen. Na, addig megkírtam. És akkor elmondanám, hogy akkor hallott, hogy megbízhatok vagy legalábbis, hogy úgy hallottam, hogy egyes fórumokon azt mondják, hogy májusban jön be Kaiba, plusz még három karakter is, és hogy júliusban be fog indulni valami event itt Jamforce-ban, hogy milyen event, az fogalmam sincs, arról még az oldalon is mondták, hogy lesz valami event, de hogy milyen event pontosan, hát... Mikor lesz az event? Májusban? Májusban, igen. Ah. Majd legfeljebb Discordon elküldöm a linket, hogy... Oké. Okay. Gyan, csak nálam még jó. Nem megy a... Most már megy a videó. Na, majd, hogy a... Nekem is darabig eltart, mi nem ilyes láthatóvá válik nálam is. Itt is vannak problémák ilyenkor. Igen, csak az a baj, most nálam meg azt jelző, hogy tölt. Na most már és megoldottam ezt a problémát, mint tennap és tennap előző alkalommal volt. Múltkor is az volt az első 5 percnél, hogy valami sötét képernyő volt nálam. Nem tudom pontosan mi miatt volt. Én nem tudom, nálam még sose fordult ilyen elő OBS-sel, szóval csak annyi, hogy nem jó a hangom. Mármint úgy a hangom, a hangomban is már elég régóta van ilyen probléma. Állítólag, hogy ez a itthoni atkával van itt az allergia, az miatt van, hogy elmegy a hangom időközönként, de úgy értem, hogy a mikrofonnal vannak itt gondok. Hát, de olyan nem biztos amúgy az a mikrofon. Igen, csak az a baj, hogy eléggé eltorzul, tehát hogy lehet hallani azt a nagyon nagy recsegést a mikrofonban, hogy beszélek. Néztem, egy egész jó mikrofonok vannak már ilyen 10 000-ért, 20 alatt. Ennyire nehéz választani pályát? Nem is tudom, ha... Én most kezdésnek randomot nyomtam, teljesen mindegy, hogy most abba a pályába nyom be, ha összejön az, amit én most nemrégiben láttam, akkor jó leszek. Na, múltkor egy kicsikét, igen, nem baj, mert akkor legközelebb a következő meccsben majd akkor nem random lesz. Mert úgy tűnik, hogy itt állandóan randomozik, de amúgy is kíváncsi vagyok itt valami ebben a pályában. Ha ez a mostani összejön, akkor nagyon fogok neki örülni. Na de, múltkor egy kicsit, igen, visszafogtam magam, hogy nem távolságról lövök, hogy adjak egy kis esélyt, mondjuk a teszt
berekedésünkben ott kicsikét jó megaláztalak, most nem azért mondom. Na de most tényleg... Most beállsz mindent most? Most biztos, hogy nem lesz kegyelem a múltkori óta. Jó. Már kiáncsaszok akkor el. Milyen vagy teljes erőbedobással? Ja, és akkor sorváltoztunk. Szóval ez új karakter most már. És miért összecsapunk, és most én leverlek. Csigós maszkkal, hallod? Az igen. Az a szaj, most én hátán vagyok, meg konkrétan a legutóbbi összecsapásunk óta én nem játszottam a játékkal. Nyugi, én se! Azt tudom, milyen gombok vannak itt, hallod. Kéve akkor, amikor talán sikerül megváltani valamit. Ej, ez nem úgy jött össze, baj. Hogy azért? Szorosan összecsapás már most látszik. Leszem, de soooooot helyette nem sikerült ez az összes weekend, de majd legközelebb. Na. Látszik most azért belementi a nagy B-be. Emlékszem, múltkori alkalommal az volt, hogy ritkán használtad a B-t. Most azért már jobban használod. Na, vagy itt lesz. Húrad. Igen, csak valahogy így. Ó, cseszd meg. Meteor. Ez még nem a meteor, még csak egy sima izé. Ez a kombináció. És még mindig a jelnét, hát nem állították be a izét. Melyiket? Hát, hogy kivegyék a számlálót. Ja. Bezavadsz a karakter kreálós, hogy mi ez a karakter választás. Ez igen, most már most meghalt az izé, aztán, hogy be se jött. Most jött behalott. De most meghalt a karakter. Már közben meg bejelz az izé telefonom is, hogy izé megy a stream. Meg utána én is csinálom. Szóval... Hogyha ez most is... bejönne, csak nem úgy jön be. Mert úgy hallottam, valamit akarok mutatni, nem akarom még lelőni a poént, majd megmutatom. Ami trükköt találtál. Igen, találtam valamit, csak most még cserélek karaktert. Ó, igen. A félkarú vágást. Na most. Gyere. Álpátozol, hogy mit tervezel? Ó, hát... Na most. Készen állok, felkészülve. Igen. Hommár, érted? Ajaj. Igen, ezt érted, most nem érted szépen. Na nézd. Beleszaladtam itt a fűnyíróba, de mindegy. Stafel. Hé, csináltam azt a blokkolós izét. És hogy törted át? Szerintem lehetséges, hogy a... Hogy hátulról ütlek, akkor lehetséges, hogy nem használ le. Nem tudom. Még ezt nem próbáltam még. Meg ilyen, amikor B-t használsz. Na, ilyenkor most mi volt? Na, most meg tudom csinálni? Ez az! Megint csináltam én is azt, amit te... Ja, azt, amit te is csináltál. És én is csináltam, az igen. Pedig azt hittem, hogy... Megint szoros volt. Na, mindegy, final round. Egy-egy. Te a final round most. Igen. Bötta fel. Nézed. Pont az átalakulások kivédtem. Most így is ők. Ja, bazd meg. Jó, ezt nem így gondoltam. Most beadja, hogy nem? Nem. Hú, és pont túljátad. Ki nem gondoltam volna. Na. Na most, kurva már. Gyerünk, Ichigo vérkiarókát! Most kiadjaszek, te vagy vagy nem. Na, mi fasz volt ez hétenem? Ez kivétel, nem? Igen. Na most meg egyszer? Igen, még egyszer. De nem tudom, nekem nagyon érzi. Igen! Az szép volt, hallod. Már megint van, ilyen gyorsan töltött. Jól van. Most olyan sosopásokat vértél rám, amiért miatt most egybe betöltöm.
Mi ez a communication felaggolás? Nem tudom, valamelyikünknek... De nálam nem lehet rossz, mert én nálam nem adja be. Pont akkor, mikor a kuramával beadom azt a nagy golyót, akkor adja be. Nem tudom, miért. Ez nem jött össze. De nem tudom azt megcsinálni. Na jó. Szoros harc. Szóval neked van most a izéd a ultimate-t. Igen, és most... Siker, most be kéne beállnom, mielőtt még itt tüzés. Hogy sú... Surákon. Közel van. Aha. Ejj, jó, ezt itt te nyerted. Az első meccs. De még... Mert én próbáltam azt csinálni, amit izé láttam, de hát... Nem melyiket? Úgy... Láttál a mi videót valamiből? Igen, ha sikerülne beadnom, menjünk. Save replay. Ja, hogy te már néztél egy valamilyen újdonságot, ami trükköt, ami a Ichigónak van? Nem pont Ichigónak, ez bármelyik karakter meg lehet csinálni, csak nem úgy jött össze. Annyit tudok, hogy kétszer kell olyan erőteljes ütésbe vinni, tehát hogy kétszer kell erőteljes ütésbe vinni. Kétszer kell heavy-t, most ilyen hosszan nyomni a X-et. Júj! Ezt hittem, én sem tudom pontosan melyik az. Hát lehet, hogy majd... Láttam még olyat. Azt én is csak izé... Ezt még nem a trailerben, de ilyen izé kezdő videóban láttam még, amikor először megjelent. Ja, na akkor? Három barát, igen. Double heavy. Csak az jó, az? Akkor majd vele jövök. Nem baj, most hát van, lesz időm még itt nyugodtan gyakorolni. Ja, na akkor most nem randomozok, most már randomozok, úgyis ez nem mondjuk. Ezen úgy sem nagyon voltunk, egyáltalán lehet ilyet csinálni ezen a pályán, majd kiderül. Megnézzük. Hát lehet, hogy aki pont ezt nézi, az tudja, hogy miről van szó. De... Hát lehetséges, vannak itt a nézők közül, akik tudják, hogy miről van szó. Annyit még amúgy is van egy pár kérdésem a anime kapcsolatban, hogy például a sima Yu-Gi-Oh-t azt mennyire ismered? Mármint, hogy az egész sztoriából mennyit ismersz? Meddig ismered? Én a Yu-Gi-Oh-t, a Duel Monsters-t láttam. Tehát magát az alapot, nem? Az alapot azt nem láttam, a legelső. Nem láttad? Egyáltalán? A Duel Monsters-t, meg a GX-et láttam. Tehát a simából, a legelsőből talán pár részt láttam. Melyeket, amit még magyarul leadtak? Amit még magyarul leadtak, igen. Hát az elég baj. Mert igazából csak annyit akarok kérdezni, hogy... De az, hogy az a név, hogy izé... Marik, azt tudod melyik, nem? Melyik? Marik. Igen. Az a kinél van rá. Igen. Meg tudod, van a May Valentine, vagy hát magyarul Maja neve volt, a neve volt a magyarul. Ő volt a hárpiás csaj. Igen. Na most van egy olyan rész, amikor ezek ketten úgy párbajoznak, és hát May megszerzi Mariktól a rát. A szent, hát nem szent bestiában, ez a Gaze-ben vannak a legendás bestiából a rát. Uh-huh. Na most van az a rész, amikor megidézi, mert az három áldozat kell, úgy tudom, feláldozza a három HP-ját, és akkor nem a rát kapja meg, hanem valami tojást. Na most mikor a tojást megkapja, akkor a kártyán hirtelen megjelenik egy kiírás, amit Marik felolvas, és hirtelen akkor a rá az ő oldalára áll át. Most ezen a részen itt egy kicsikét kiakadtam, mert mondom magamnak, hogy mi az, hogy egy laphoz föl kell olvasni a szöveget, és akkor bárki lehet, aki fölolvassa. Hát milyen dolog ez? Hát ez mekkora csalás? Hát minek kell egy kártyának? Nem érdekel, hogy egy legendás szörnyről van szó? Minek kell kiírás? Minek? Többihez meg miért nem kell az Obeliskhez meg a Slipherhez? Miért nem? Érdekes. Na, hogy amúgy... Kártyát nem akkor kéne csak előidézni konkrétan, hogyha konkrétan a gazdáját, az amit engedelmeskedik neki. Hát mindjárt, egyik szörny, nincs olyan még egy szörny, amelyik így ilyet idéz, mármint hogy így föl kell olvasni hozzá. Hát ez a mi legendás azért kártya. Hát azért mondom, hát ez a három legendás szörny közül az egyik. És akkor a többi másikat még nem kell felolvasni. Ez is érdekes amúgy.
Ez a kedvenc mozdulatom. Hé, hát... Ez furcsa, nem csak tényleg, hogy... Még ez tényleg elég kemény, hogy akkor megsebeztél, és nem tudsz csinálni semmit. Mototskaraho. Az igen. Most hát még ezt a képességet az. Igen. Hoppá. Látszik, hogy már neon told már a jubit. Jó erősét belém vágtam. És most Sniper the Sky Dragon. Milyen ezt sejtettem. Ajaj. Ó, nekem már van izéd is, Jotárod is, azt nem is néztem. Olyan távolsági harcok vannak most. Nem úgy jó követte a Yugi amúgy tényleg. Azt tényleg jól megcsinálták tényleg ez a... Hát, ja. Hogy a... Ne tűnjön ki a többi harcos közül. Mivel ugye valójában nem is harcos, hanem csak egy kártyás. Kártyajátékos. De azt képest jól megcsinálták, hogy ne tűnjön használhatatlannak mondhatni. Ez a egyetlen távolsági harcos. Hát ez... A teljes roster közül. Ja. De még lehetséges, hogy még raktak be újabb hasonló, ehhez hasonló képességű karaktereket is. De érdekes, mintha most... Én veszem észre, mintha máshogyan néznek a játék, mintha picit jobban néznek a játék, vagy mondtam. Lehet, hogy izé... Jobb benne a színefekt, vagy... rajta... Belagoltam egy picit. Lehet, hogy csak azért, mert régen... Na most ez kellett! Figyeld! Ennyi... Mi a... Arena Charge, ezt ismered? What? Pillanat, kollégáktól megkérünk, hogy kérem ne szóljon most egy picikét bele, elnézést kérek. Tudom, hogy hangos volt, de elnézést. Ezt nem láttad még? Ezt még nem láttam ilyet. Na mondom, két heavy kell ahhoz, és így ezt beadja. Kétszer megnyomod ezt a heavy atakot, és ezt így beadja? Igen. Na, ez szép. Ez csak így látod, megváltozik a pálya. Na most, Slifer. Ilyet a... Dragon Ball Fighters így betudtam, hogy van ilyen hasonlóság, hogy megváltoztatja a... Igen, mert valami láttam én is hasonlót. De ilyet még ebben nem láttam. Uha. Szép. Ez jó dolog, ezt nem is tudtam, hogy... Midoriya. Ennek örültem. Na, hát már ura aztam. Nincs ura. Nem lesz ura. De a VL Smash lesz. Hisz! Jó, most tegényem akkor! Na nézzük! Hé, hát blokkoltam! Na jó, azt hittem, hogy most benyerted meg. Na, végre sikerült meg már beadnom ezt a... Arena Charge dolgot. Én megmarad. Te elvesz már egy... Új dologgal gazdagodtunk legalább. Na most bökkö, most bekaptam. Szerintem ez most heti halál lesz. Nem tudom, hogy csináljuk most. És most halok meg! Igen. Ki hitte volna, hogy mégis tegyesz. Na szóval, hogy a heavy charge-ra visszatérve, úgy lehet heavy charge-olni, hogy... Hát legalábbis én úgy hallottam, hogy kell az Y, meg utána egy X gyorsan rá. Jó, kell először Y, és akkor utána X. Igen. Igen. Mi volt az? De nincs, hogy csináld, amikor én meg izé... De ez mi? Hát... Úristen! Kurájna, orá! Bízd meg! Hagyjuk, vagy nem hagyjuk be? Nem hagyjuk be szerintem. Na most! Te vetted be adod most! De ne! Ez a kurájna, beszarok például a képességem. Hozok egy ismerős! Fú, Aizen! Hát ismét találkoztunk, ha... Igen, és most... Na azt most nem megyek oda. Szerintem attól függ, hogy... Nem attól még sebződök. Ilyenkor is sebződök, hát beszarok. És ilyenkor...
Tehát ez mi az? Teljes pályát besebzi ilyenkor. Hát látod, hát a Black Coffin az ilyen. Mondom, a... Izé, mikor Ichigo megküzdött Aizenában a formában, akkor láttam ezt izé először. És akkor is izé néztem, hogy mondom, ez biztos valami nagyon erős támadás lehet az Aizen számára. Mert, ja. De a Ichigo azt kivédte. Ezt ellentétben. Ez most meglepődtem ezen a, ez a pályaváltoztatásos technikán. Ja. Én is nézegetem videót, mondom, hogy Arena Charge, vagy Area Charge, mondom, Area Charge, az hogy kell? És akkor utána nézek, hogy, hogy azért valami Y, meg X, és Heavy Smash, mondom, akkor biztos, hogy valahogy úgy kell csinálni a kombót. De ahhoz képest nem is olyan vészes beadni, mert most csak Y kell, meg egy X. Hát figyelj, nem tudom, hogy kell nagyon bevinni ilyen heavy hogy... attackot, de heavy attack kell, az biztos. Két heavy attack egymás után. Na, belenéztem ilyen részleteket a... Mondjad, bocsi, beleszaladtam. Sem mondjad nyugodtan. Majd egyszer beprogram majd én is esetleg, hát ha sikerül esetleg majd beadni. Mondjuk ne érdezz nálam. Nem lehet tudni. Na, de elközben azt akarom mondani, hogy néztem ilyen videót a... Hát videót, igen. Álm videókat is, meg ilyen best momenteket a My Hero-ról. És hát azt kell, hogy mondjam, igen. Hogy ja, meg izé ilyen... Nem is tudtam, hogy van a My Hero Academy-ről is van izé játék. Ja igen, van. Most tavaly azt is nézegettem. Hát most nem tudom, hogy de gondolom biztos ismered azt a Varyu csávót. Igaz? Melyiket? A Varyu csávót. A Varjúcs, igen. Most azért mondom, hogy már népszerűen nem tudom a nevét, meg azt sem, hogy mi a hős neve, de azt néztem, hogy önnek valami izé, ilyen életre kellős árnyéka van, ami hát ilyen a saját tükör, ilyen árnyékát, vagy tükörképét, nem tudom, hogy lehetne ezt helyesebben mondani, de azt megidézés olyan, kegyetlenül üt. Ennek jó képessége van, igen. Szerintem, hogy Dark Shadow-nak hívják azt a képességét, de most azt mondom, hogy hívják a nevét. Ami se. Jó, mindegy, nem fontos, azt mondjuk is megnézni, csak úgy mondom. Mindegy. Sem teszem a nevegyétel. Annyi diák van ott konkrétan már, ez egy pont olyan karakter, ami júj. Néhol fontos, néhol meg annyi, de még igazán. Egy pillanat, valami történt a kolléganővel. Oké. Okay. Baja van a kolléganővel. Addig kiderítjük. Jó, vagyok, semmi, nem történt okay. Semmi. Azt hittem, hogy elesett vagy valami, de nem, semmi baj. Igen. Azt nézegettem, hogy volt az a harc, amikor Midoriya harcolt, hát nem tudom, van az a láncsávó ellen is. Azt hiszem, hogy abban a... van egy olyan rész, ha jól láttam az elmében, akkor ők ketten harcolnak Midoriya ellen. Vagy azt nem biztos, hogy jó vettem ki alapot, de mint hogyha egy arénában harcoltak volna. Ilyen a sportfesztiválon harcoltak? Mondom, nem tudom, én csak így AMD-t néztem róla, de hogy akkor is ott volt, hogy a kezével így pöccingetett a kezével, és akkora löketet indított el, szinte mint hogyha Toguro lett volna. És egy félfejű gyerekkel, egy félig vörös, félig fehér hajóval? Igen, azaz. Na, a Todorokival harcolt, akkor az a második hiában az a sportfesztiválban volt, amikor azt szerintem eddigi legjobb fight volt az egész animében. De azt néztem, hogy mint hogyha lesérült volna, tehát hogy pöccintett gyerek, és nem tudtam volna használni az ujját. Igen, mert akkor még a második évadban még nem tudja használni ezt a One for All Smash-t, Smash-eket, mert most az első évadban most az All Might-tól megkapja az erőt, és akkor még nem tudja használni pontosan, még rá kéne edzeni, mert tudnia kell, hogyan kellene használni. És akkor még, hogy az első meg a második évad elején még nem tudja úgy használni, mert ha beadja, akkor megsérül. Akkor eltudjuk a kezdet konkrétan. És ezért az mi volt az, hogy... Szóval a második évad vége fejénél tanítják, hogy neki ugyan tudná a legjobban használni a bizonyos smash-t.
egyszerre, és mégis az enyém talált. Egyszerre beadtuk, és nézd. Akkor még ezek a új pöccintések miatt csinálta azt, hogy nem akarta teljes öklét beadni, mivel hogy akkor még nem tudta úgy irányítani az ütést, és hogyha egy teljes ütést beadott volna a Todorokinak, akkor az egyébben megölte volna. Lát, mint a One Punch. Kb. Olyasmi. Szóval annyira erős voltak, akkor még nem tudta konkrétan kontrollálni az erejét. De most már tudja azt használni, hogy egy 5%-át, 10%-át használja az elején meg, és akkor nem érhet nagyobb sérülése az ellenfelé ezáltal. Na nézzük csak, hogy ezt nagyon meg tudjuk csinálni ezzel is? Igen. Na melyikünk talál be? Nem mondom, hogy a tiédét talál be! Szerintem, vagy azért, mert enyém hamarabb kezdődte, vagy nem tudom. Én nem is tudom pontosan, hogy mi miatt. Szóval ez miatt van az, hogy akkor még pontosan a sérüléseket szenvedtem, most már a harmadik kiad most már nyugodtan használhatja a támadását, akkor nem fog megsérülni. Ez szoros volt, hallott. Hát igen, ez szoros volt. Nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. Az volt az a bizonyos harc, ami miatt mondták azt, hogy most már tényleg kezdened kell valamit ezzel a sérüléssel, mert pontosan lesérülsz, az pontosan meggyógyítalak. Most már el kell menned a főmesterhez, és akkor a Gran Torinohoz. Tőle meg kell tanulnod Olmájt régi mesterétől, hogy hogyan tudod elsajtani a Vanforolt a legeslegjobb féle formában. Nem. Vagy a Black Hurricane? Nem akar bevenni a Hurricane. Jó képességé vannak ennek a Die-nak, hogy ja, Die, ez a Die. Na most ez... Megy vagy nem, nem megy be. Jó, gondoltam. Most már hagyjuk a fanzom, most már azt látok itt szerintem. Nézd meg. Új, már várom a Dragon Ball-t. Mármint a... De mikor is kezdik a magyar szinkron? 25-én, most hónap 25-én. Na, akkor jó, már akkor nincs sok hátra. Hát nincs, de hát, ja, csak hát a munka miatt sem, a munkabeosztása miatt sajnos nem vagyok, nem tudom úgy megnézni délután, meg mondom, hogy legalább egy 5-6-ig eltart a meló. Hát most azt elnézést kérek, hogyha ezt most senkinek nem mondom, de ha nem zavar senkit, akkor még most sem mondom el, hogy izé milyen munkakörben dolgozok, mert ez kicsit ciki nekem elmondani. Nem vagyok műkörön festő, nem kell azt gondolni, de ezt nem akarom elmondani, ez nem olyan téma. Jó, nem baj. Vannak olyan dolgok, amiket magánéletben meg kell vitatni. Nem tartozik más azért idegenekhez. Ez tenyőtes dolog. Igen, ez összeállítás dolog. Ahogy ez is. Ezt a ütések hihetem. Ennek a Bokunok képessége szerintem a legszarabb a ultimate-je. Ezt van, könnyedén ki lehet védeni. Ez... Szinte mindegyikét ki lehet különben védeni, ha úgy nézzük. Igen, csak valahogy azt nem hiszem észre, hogy nála lehet a legkönnyebben kivédeni, hogy nem is tudom. És mi volt? Én avasztásoltam. Instant. Szerintem pont mögé teleportáltam az Instant Transmission Kamehameha-val. Ez nem jó. Hát ezt megint ennyire akkor... A Dragon Ball Super mikor fogják folytatni? Így a komplet animét. Nem a magyar szinkronost, hanem a... Magát az animét alapot, igen. Igen, a 134. résztől hogyan fogják folytatni, vagy egyáltalán fogják azt folytatni, magát a Dragon Ball Super. Hát figyelj! Egy teljesen... Uff... Na most ez... Jó van. Lehet reportált. De pedig árítottam, mindegy. Kamehameha, ez... Skills. Jó, nem baj.
Igen, de ugyebár vannak azok a óvák, mostanában a Dragon Ballban, a Super Dragon Ball Heroes. Igen, igen. Hát nem tudom, igazából érdekes részek is. Állítólag, hogyha minden igaz, akkor van egy olyan fajta introja az egyiknek, amelyben például a Gohan, a Shongohan az megtanulja már a 4-es szintű csillagharcost, a 4-es szintű Saiyan. Ja, igen. De mondom magamnak, hogy ezt hogy tanulta meg, amikor neki még kisenőt a farka. De mondom ezt, hogyha ezt belenevezetve maga az alap animébe, annak én annyira tudnék örülni. Az a baj, hogy ebbe a Dragon Ball Heroes-ba ez sok szarság, hülyeség van szerintem konkrét. Amit én nekem nem tetszik ez a dolog, hogy annyira megkavarják az egész idővonalat konkrétan, meg hogy akkor a teljes alternatív világ az egész, hogy konkrétan amit ott látsz, az teljes mértékben nem igaz, hogy most olyan emberek csatlakoznak, meg találkoznak egymással, akiknek nem is kéne találkozunk egymással ebben az időségben, meg ilyenek. Hát én csak az elején láttam azt, amikor tehát a szuperben lévő Goku találkozik hát az nem egészen úgymond a GT-ben lévő Son Goku, mert a GT-nek nem úgy lett a vége, hogy olyan kinézete volt a Son Gokunak, ami a Heroes-ban volt, tehát a 4-es szintű Saiyajin Gokunak, mert annak olyan, hát annak meg volt a botja is, még ilyen vörös ancúbja is volt, tehát a GT-ben nem volt semmi ilyesmi. Azt mondom is magamnak, hogy az honnan jött ez az ötlet. Mert az, hogy most megtartsák a szuper csillagharcos 4-es, mert úgy értem, hogy a 4-es szintű szuper csillagharcos kinézetet, az egy dolog. De hogy honnan jött ez a ötlet, hogy a botját is visszakapja, amilyen gyerekként volt, meg hogy ezt a vörös ancogot is honnan szerezte, ezt nem tudom. Tehát ez nálam kérdéses. Az jó kérdés. Szerintem azért, mert ez a... Nem úgy akartál megcsinálni, hogy a Dragon Ball GT-nek a utolsó felvonását, utolsó részt is berakják, hanem ez még az, amíg mielőtt elment volna a nagy sárkánnyal. Ott mindenható lett, hogy medisten örökké élő, haltatlan. Ezt úgy csinálták meg, hogy még az előtti történésben legyen benne a... abból jön be meg a másik Goku. De ez nagyon rossz. Hát mindegy. Hogy... Mert csak egy olyan, hova vagy ilyen alternatív világ, de ezt így beadnánk, akkor nagyon nagy kavarás lenne akkor a sztorival. Mondjuk azt még így meg kell említeni, hogy ha majd kijönnek a... Igen, tehát hogyha a Kaiba meg egész egyetlen bármilyen más karakter is kijön, akkor fogunk-e csinálni erre egy ilyen közös kipróbálós párbaj videó? De mondjuk ez nem kérdés, mert biztos, hogy fogunk csinálni, nem igaz? Fogunk, persze. Na, hát akkor ez megvan. Most akartam, hogy jönnek új karakterek, akkor azt majd kipróbáljuk szépen. Nézzük, hogy mit tudnak. Most ebben az évben 9 karakter fog jönni, még már áprilisban jönni fog az első, jól tudom. Hát, én meg úgy olvastam, hogy Kaiba az már csak májusban fog bejönni, tehát, és onnantól még 3 karakter. Hát, hogy rajta kívül még 2 másik karakter is. Szóval, nem tudom. Egyszerre fog 3? Igen, hát maga Kaiba, mert még 2 másik is, arról nem lehet tudni még semmit. Jó. Egyébként most érzem, hogy itt van Frieza, alias Dermesztő, meg Namek. Ja. Azt kell, most el kéne pusztani az egész, akkor most nyomatni kéne a Death Beam, Death Sugarat. Ó, nézd meg. Szóval... Azt mondom... És csak eltalálni. Nézd meg! Harakiri. Harakiri, mi? Az igen. Ilyen shuriken ezt a... Az konkrét. Azt mondom, hogy hol tartottunk az előbb. Igen. Ez a full power izé. Ez a gápátszás. Na jó, szóval... Na ott tartottunk akkor, hogy a április, úgy hallottam, hogy egy hírben, hogy áprilisban jönni fog egy ami új karakter, de úgyha azt mondták volna, hogy csak egy darab. Az nem tudom, hogy az mennyire igaz, lehet, hogy változtattak is arra az egész koncepción. Lehet, hogy mégsem. De mintha úgy hallottam volna, mert azt mondták, hogy... Akkor jött... Mi a... Hát nem igaz. Nézzük, mitől ez a... Már meg tudom aktiválni most, akkor inkább ezt. Van buffert tettem. Nem, ez nem fog végezni. Hát nem. Hát utánó. Tehát kb. Csak kiegyenítetted a... Igen.
Egyelőre lettek az esélyek most ezzel. Nem jó odáig? Nem. Már nincs elegendő ízén. Na jó. Nincs elegendő skill. Na itt a vége. Ja, ez a pingpongozós rész, ez... gondolom ismeri a Team Four Start, nem? Igen, igen, igen. Az jó. Aha. Van egy magyar készítő csoport is, az a nevük, hogy Team Dragon Star. Én azoknak szokom nézni, mond a magyar átalakítását is, és hát igazából nem alakultam át. Igazából hát ott is van egy pár fordítás, amit nem lehet érteni, de hát azért hát nem az, hogy próbálkoznak, de legalább megpróbálják azt, hogy valami nézhető legyen, meg vittes legyen. Ja, persze. Benne van a Markó is, aki nem tudná, ő az Espadakannak a készítő atya. Simatta! Ilyen mű. Úgy kap nekem levegőbe, beszarok. Csak meg! Most Vegeta. Aha. Vegeta, de hát most nagyon kúnyvázban vagy, mert... most már egy kis Kakashit. Úgy végzett, mint az animéban a történelem, meg ismét jön magát, hogy mondta, de múltkor így. Nem, most nem halok meg. Most már nem halok meg. Most azt mondom, itt a vége. Vagy nem. Most lesz itt a vége neked. Ó, bazz. Az arany gyermesztő. Egy kicsi szuper szél, ha már a végére. De szerintem nem fog sokáig bírni, ennyi volt. Józtam, de aztán meg is haltam. Ja. Úgyhogy néz ki ez a Golden Freeze, nem is láttam még ebben a játékban, hogy néz ki a Golden Freeze. Hát igen, mert igen, tehát már múltkor kérdezte, nem figyeltem oda, igen. Sajnos ez a figyelm, most mi van? Ez inkább zöldem a Freeze inkább. Ó, csesz meg, communication error. Nem tudtam elmetni ezt a harcot, nem baj, megvan róla a videó. Nem baj az. Majd viszont, majd feltöltöm YouTube-omra. Izé... Következő meccs. Ez jó, hogyha fel van véve streambe, akkor bármikor vissza lehet nézni. Hát ja. Na nézzünk akkor valaki mást is most. Igen. Én már kezdek kifogni már izéből, ebből a... tárból, most mondom egyetemben, hogy a karakterválasztásokból, most fogítam már jönnek azok a karakterek, amiket még igazán szoktam használni. Nem baj, gyakorolni kell. Gyakorolni kell. Amúgy is van egy achievement róla, hogy valami gyakorlás. Rankedeket is kéne csinálni, de hát rankedezni meg ja. Nekem meg nincs ilyen early-be kedvem menni, majd legfeljebb late game-be, de hát a late game-be meg már nem fogunk érni semmit. Na mindegy. Még a ranked az nehézkes, az ott javott ilyen profik, nem profik játszanak akkor ott. Ja. Remélem, meg ki lesz, meg lesz a balansz, mert például League of Legends-ben, meg Overwatch-ben például se sincsen meg a balansz, tehát, hogy ott is izé, kezdőként izé bedob el két olyan embert, aki már izé Kenny vágja a témát, aztán meg van ellened két izé, már haladó szintű, és egy olyan ember van, vagy kettő, aki meg tényleg egyáltalán nem ért. És akkor ebben hol a bűnös francban van a balansz? Hol van ebben a balansz? Mert sehol. Hát? Most majdnem olyan ugyanaz a választásunk volt, mint egymásnak. Azon kívül, hogy én a Midoriát választottam, és te meg azt a... Kit a City Hunter-ös karakter? Paradise-os karaktert. Paradise-os. Azt a... Ja, mert City Hunter. Azt a Hawaii kalapos, azért... Ja, Luffy-ra gondolsz a One Piece-ből. Nem azt akartam, nem a mellette lévőt, azt a... Mondom, a City Hunter-ös karakter, csak nem tudom a nevét. Ott jobb oldalt az Rio Seba, vagy mi? Rio, igen. Szóval azon kívül pontosan ugyanazt választottuk, ugye, hogy 102 és Luffy-t. Szok rá! Jó, hogy... Nem bírok közel elkerülni. Én be sem adtam és semmit. Oszta! Jézus! És nem, csak nem sikerült. Na most ezt az első beütés. Most Luffy ellen. Érünk -e valamit? Lehet tomahawkon. Lehet hó.
sikerült egy hobbis kombót beadni. Nincs elég, nincs így egy dodge energiám. Aha, tudod, hogy kivéred, mert láttam, hogy... Ajaj. Utána nézd ki az a Gear 4 Hound. Hú, most Ted Hawk meg Grizzly Magnum. Tehát az a Grizzly Magnumnak nyilván a hatósugara. Grizzly Magnum, hát. Ja. A másik az a Gatling, az meg túlságosan közeli támadás. De még nem volt, hogy mi a túró volt ez? Ilyes trófi, ilyet is kell látni. És tessék, Sasuke vs. Sasuke lett volna. Ha nem vártam volna egy picit. Nem tudom, hogy... Ja, nem tudom. Már jó izé. Már megégett, Luffy. Kicsit közeljött a fűzhez. Újjaj. És hát beaktiváltam a teleport, mint futás. Aha. Jól elcsesztem azt most. Jaj. Na most. Láthatjuk. A Gear 4 igazi erejét. És bement. Ja. Ez hogy? Jaj, ne hagyd bukfencet! Susano, Susano! Ez nem igaz! Ilyen! Áh! Áh, nem volt aréna charge! Most se akartam volna beadni? Hát próbáltam, mert látod két heavy ütés. Áh, túl késő volt. Volt ki... Igen, nem tudom még ezt szabát... Tehát, hogy még mindig nem jöttem rá, hogy mikor úgy heavy. Csak beadj! Hiába megküldtem el onnan. Túl messze volt a tár. Ójjaj. Most állsz ke. Ne! Jó, most van for all. Na, van az emlő jó százalékos Detroit is Detroit. 600 méteres nevű izé választás lehetőség. A tényleg. Ajaj. Ú, és sok sikerült. Nem gondoltam, hogy sikerülni fog. Chidori? Közel volt a Chidori. Ó, nem, azt nem... Szavos lesz. Most érzem. Jaj, de hogy? Ó, ezt benéztem. Majd úgy néztem, hogy... Nem. Nem voltad be. Azt hittem pedig, már láttam, hogy blokkolsz. Amúgy blokkoltam, csak pont akkor nyomtam meg a B-t, amikor te beadtad ezt a IT. Aztán éppen meg akartam fogni. Aztán picit elrontottam. Messze volt a Chidori. Jaj, ne! Hú, ez mi volt ez? Ne! Úristen! Nem is kellett beadni? Újjaj. Ne! Be fog járni! Ilyen vége! Ilyen nem igaz! Ilyet vége! Hát ez nem hiszem el! Ez volt eddig a legszorosabb meccs szerintem. Hát ja. Igen. Volt ez. Nézzel, most így konkrétan egymás után adogatjuk egymásnak a győzelmeket. Egyszer én, egyszer te, egyszer én, egyszer te. Sosincs dominancia. Diplomáciai megegyedés. Diplomácia. Sosincs párt szavazás, sosincs. Ja. Diplomát, igen. Mi? Na. Az kamodzsakia vannak, az igaz. Na nézzünk akkor valami mást.
Olyanokat akarok, akikkel én még... Rengeteg karaktert én beraknék, hogyha lehetne. Na most hol van? Nem csak a Shonen Jump-os univerzumban kéne gondolkodni, hanem csak úgy tényleg így szabadon az összes bármilyen animéből lehetne választani. Egy kis Konoha. Biztos... beraknám így szívesen a Fairy Tail karaktereket biztosan beraknék. Figyelj, és Fairy Tail, hát jó, azt nem nagyon ismert, de láttam. De mint hogyha lenne ott is bármilyen technika. Hát figyelj, ha animét akarsz, figyelj, elmondom neked őszintén, én még Ash Ketchum-t is beraknám a Pokémonból, bátos. De azt tudod itt, izé, vagy olyan, hogy hátulról, meg izé, mint a Smash Bros-ban is, hogy Pokémon trainer izé, irányítja a Pokémonját, mondaná, izé. De akkor meg izé, azon lenne a nagy kérdés, hogy akkor az hogy lenne, tehát hogy hogy lennének a Pokémon charge-ok, meg is egyetlen, hogy néznek ki akkor a különböző Pokémonoknak a technikái, tehát ez is megkérdés. Úgy csinálják meg, mint a izénél, Yuginál, tudi. Húz és izé? Vagy mi? Ugyanilyen távolsági harcokkal, meg mindenféle képességnél behív egy bizonyos Pokémont valahogy, csak ilyen gyorsan. Nem csak így eldobja, hanem itt tényleg így már alapból a teleportál, de szerintem nehezebben lehetne megoldani, mint Yuginál, de... Ja. Ha nem akarja, meg tudnád csinálni, hát szerintem. Mindig a Fullmetal Alchemist-ből is be lehetne rakni az Edward Eric-et, meg az Alphonse Eric-et. De mondjuk lehet, hogy azok amúgy is Shonen karakterek, én nem tudom, annyira nem ismerem. Azt nem tudom, hogy ő Shonen Jump-os, aki hát olyan Inuyashát az viszont biztos, hogy beraknám, mert az tényleg az tudom, hogy harcolni. Hát Inuyashát az be lehetnél rakni, most ha már ilyen nagy 90-es évekbeli izék, animék, most a Dragon Ball, meg a Yu Yu Hakusho is itt van, akkor már meg a City Hunter is, mert az is olyan régi. Mi az is? De egyébként... ezeket feleket önök nyugodtan. De egyébként, ha már Fullmetal Alchemist... Lehetséges. Fullmetal Alchemist, tudja, bár egyik live-ban, hát nem nálam, de Mátén volt a live-ban, hogy föltettem a kérdést, hogy bár Metro Exodus alatt, hogy ő szerinte melyik volt a jobb, a Fullmetal Alchemist, magas alap, a sima, vagy a Brotherhood, azaz a testvériség. Igen, igen. Na most... hát jó, azt mondta, hogy a testvériség, én is azt mondom, hogy a testvériség szerintem sokkal jobban sikerült, mint a sima, mert ott legalább úgy, hát szürreálisabb, realisztikusabb dolgok voltak benne. Hát, egy mert azt, hogy most itt a simában azt, hogy van egy alternatív világ, ami olyan, mint a miénk, hát az kicsikét furcsa volt. Meg hogy azt a Brotherhood, az követte rendesen a mangának a történéseit, ami benne volt a képregényebben. Ez eltér Fullmetal Alchemist, ez teljes mértékben eltért az egésztől. Mert most az a bölcsek kövének nyomában, meg az ilyenek, most egyáltalán nem is a bölcsek kövéről volt szó, mangában se. Ráadásul még a... nem is azt csinálták már, hanem teljesen máshol mentek. Teljesen más volt konkrétan a sztori is, meg a végkifejlet is teljesen más. Ja, meg ráadásul a homunkulusok is teljesen más kategóriába tartottak. Mert amíg a simában úgy voltak, hogy a homunkulusok a humán transmutáció által létrehozott selejtből születtek meg, addig a homunkulus azok tényleg egy olyan fajta, tehát egy homunkulus lényből születtek meg, amely kitaszította magából a hét főben járó bűnt. Tehát maga harag, irigy, palánk, büszke, búja, meg a rest. Tehát, hogy ezek voltak, ez a hét főben járó bűn, és ezt ugyebár úgy volt, hogy ezektől megszabadul. Mert a Fullmetal Alchemist simában csak úgy volt, hogy most már befejezem itt a beszélgetést, mert itt... Na. Az csúlyos, de most fogok. Jó, mert... Na, csak hogy még majd elmondom, amikor majd... Gondoltam, amíg beszélgetsz, addig... Ja. Addig... Ebben fogok egy picit előnye szert tenni. És egy bizonyos rész is sikerült ezt elérni. Már vissza is értél. Hát... Ja. Ilyet. De hogy kaptál el, amikor időt? Jajajajajajaj, ez nem jó. De akkor még ez már jó előjel akkor, hogyha már talán néztél My Hero Akadémiás AMV-t, ilyen videót róla. 100 feet, de csak 99 talál be, szóval... Hát nem egészen néztem még idején magát My Hero-t, csak így... Mondom, ilyen AMV-ket, meg ilyen részleteket láttam belőle.
De azért van, de azért a karaktereket már nagyjából ismer, meg van az a törpe gyerek is. Azt is, azt is ízé, csak az nem tudom ki. Milyen szürke! Ez pont akkor sikerült beadnom, amikor éppen izé... Dodzsoltam, igen. Dodzsoltál, igen. És mert itt ilyen izé szürke maradt. Úristen. Nem fog betalálni. Nem akar összejönni. És akkor most jön egy kis Darude Sandstorm. Igaz? Ez troll volt. Garan, nagyon igaz. Darude Sandstorm. Beszarod. Ez a képesség, ez kész. Hatély nyomogatja a kézmuszolatait. Úristen, hogy leteríti Yusuke? Ez nem olyan sima, hogy azért lesz. Veresség lesz nekem. Aha. A fasz. Aztán ugyan. Aztán ugyan már. Úristen. Úristen, itt vagyok itt. Már nem tudom, mi van. Ilyet? Ja. És a Darude Sandstorm fog nyerni. Lehet, hogy lesz ebből. Sőt, ebből szerintem egyértelmű ad lesz. Ilyen mi? De mi az istened? Ilyen nincs fejed. Darude Sandstorm. Kompálózás. Egyébként itt Kenshiról jut eszembe, ha már így nézem. Milyen olyan, hogy például lenne olyan, hogy ilyen rejtett szöveg utalás. Mármint, hogy amikor ultival végez az ellenfél, akkor milyen jó lenne, hogyha mondanál a izé szövegét, tudod? Oh my god, most shinder you, dur, és KO vagy finished. Ja, akkor annak kéne enni a ultimate-jén, de mondjuk az meg rossz lett volna, mert túl öpi lenne most, ha most hülyek lennénk az animéhez, akkor most az lenne most full HP-ban, most beadná ezt a képességet, és akkor hát majd már most interjú, és akkor ebből meghal az ember. Igen, ez tényleg. Mondjuk én nem ismerem az animét, én csak ezt a mémről ismerem. De... Én sem ismerem úgy, és csak ebből hallottam. Ez ilyen rohadt régi anime. Azt tudom, hogy régi anime. Na, hát Dick, nézd meg! Hát Dicsak Buksi, nem ad nekem karakter? Hát szígyeljed magad! Nézd meg! De egyébként, na, még most tudom, mi a karakterválasztás, addig itt izé, folytatom a mondatomat az Alchemistről. Tehát, a homokroszok meg vannak változtatva. Amíg a simában úgy volt, tehát a nevekről most beszélek, mert a főre is ugyebár egy homokrosz volt. Na most a főre, a simában ő volt maga a büszke. Tehát, hogy ő volt a büszke. Ja, meg a homokroszokat a fiúk apja, tehát, hogy Edward és Alphonse apja volt az, aki megalkotta, hogy nem pont ő, hanem a régi szerelme, volt az, aki megalkotta a homunkuluszokat a bölcsek kövével, méghozzá úgy, hogy még a fiúk korábbi testvérével, tehát hogy a ő házasságából, amikor Hohenheim ő belé volt szerelmes, akkor született meg az első gyermekük, ő volt irigy, ő belőle is alkottak egy homunkuluszt, és ő is úgy lett homunkulusz, meg a fiúk anyja is. De azt majd úgy mondom el, hogy még a homunkuluszok ugyebár a humán transmutációból jöttek létre, és a Führer is úgy volt, hogy ő lett a büszke a simába, a testvériségével pedig úgy volt, hogy ő volt a harag. A büszke pedig ugyebár a simában, nem a büszke, a Brotherhoodban, a testvériségben ő volt a Führernek az átrázott fia. Ugyebár akit állítólag örökbe fogadott. Mert ugye a simában úgy volt, hogy örökbe fogadta, de a testvériségben ő volt a vér szerinti gyereke, úgymond. Mert a simában úgy volt, hogy azt a gyereket csak örökbe fogadták. És a harag pedig a sima alkemészben pedig az úgy volt, hogy a fiúknak a mesterének a gyereke volt, akit vissza akart hozni az élőkbe. Igen. Ő volt a harag. Na most aztán ott van még akkor ki az, aki még teljesen más? Meg a rest, ugye már, mert 7 karakter van, abból 4 ugyanaz maradt, tehát a Buja, Falánk, Irigy, Kapzsi, azok ugyanaz maradtak, addig a Rest pedig a fiúk anyjából született meg, a simába. A Brotherhoodban meg úgy csak egy ilyen
sima karakter volt, tehát ilyen non-storis karakter, mert hogy nincs semmi alapja. Az igen. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball pálya. Csupa Dragon Ball karakterek. Melyek is Bleach, meg Naruto-s karakterek is bejöttek azért. Ja. Na, szóval, hogy ilyen különbségek voltak. És akkor mondom, hát, hogy ilyen kavarodásokat... Ez furcsa, amúgy tényleg. Ja, tehát, hogy a homunkulusokat a simában a fiúk apjának előző szerelme alkotta meg, addig a Brotherhoodba, azaz a testvérsége pedig Hohenheim véréből alkotott homunkulus alkotta meg, mert ugyebár abban a filmben Hohenheim csak egy sima rab volt. Mit csinál? Húgálgatok itt levegőbe. Nagy szerna. Szerintem soha ritkán voltam. Mindig kérdem valamilyen. Nem tudom miért. Mondjuk neki sem nagyon ismerem a karakterét, csak így a... Láttam egy... Csak igen úgy, hogy láttam őket a... Gohanna való harcnál? Nem. Nem a Gohanna való harcban, hanem csak úgy például a GT-ben, meg ilyen videókban is láttam. Jéééé. Mert emeltem még teljes mértékben az ét. Azért kezdtem el nézni, mert a bú is kimaradt nálam. Ugyebár... De mondom, csak így ismerem őket így halászban, mert hogy így láttam egy pár részletet. Hát én szerintem a... Összes Dragon Ball közül szerintem az ő a legjobb tényleg. Úristen. Úristen, na jó, hát ez... A szelszagát azt mindenféleképpen ajánlom, mert szerintem nekem egyik legjobb. Igen, el akarom kezdeni, csak most más kategóriába kezdtem. Sose késő elkezdeni. Ja. Én is mondom, hogy már ideje lesz majd lassan elkezdeni a One Piece meg ezeket. És mi a fejtét nem emeltem teljes mértékben, csak a feléig, de 160. részt jutottam el, és már lassan elérje az 300-at. Jó van, már érjön el. Szóval... Olyaj. Santuris. Magnus. Jó van, hát ezt már valami komolyan kell venni, mert nem lesz semmi. Jól van, Máté, Goku van itt könnyű, milyeneket nyomni. Amikor gondoltam, most annyira szánalmasan kikaptam az előbb, akkor gondoltam, most már bejöjj Goku-val. Ultra Instinct hiányozom már csak sokkal. De... Hát ez ezt a megalázást. Most visszafeltem ott az előző. Nem. Jól van. Van még időm még visszareagálni? Na jó van. Annyi időm, mint a tenger. Nem jó, nem mentettem el, megint megkapkodok itt idegességemben. Na mindegy. Na mindegy. Na tényleg a szerszagát azt nagyon ajánlom, mert az nagyon tényleg ez. Ez van, hogy megnézem, hogy semmi érdekesség. A Z-t nézed, akkor nem a K-t, hanem a Z-t. Hát a K-t igazából csak egy újítás, én úgy hallottam. A Z-t... Felújítás meg ilyen rövidebb, hogy most kivették belőle a filler részek, azok az a, amik nem lényeges részek, nem a kánon részek, amik a Sawyerről vannak szó, hanem teljesen eltérő kis ilyen semmiről sem mondó részeket kivették belőle, mondjuk az nem is olyan sok belőle mondjuk, hát de ez ilyen Kaihoz hasonló dolgokat inkább a Naruto-ba kellett volna, vagy a Bleach-be konkrétan, mert abban volt ilyen rohadt sok közé filler rész. Mondom, én csak azt várom, hogy a GT-t szuperesítsék, vagyis hogy legalább, hogy a szuper szárján folytassák. De tényleg úgy, hogy mint a Dragon Ball Heroes-ba, hogy a Shongwan itt, mint ott is, itt is, ő is megkapja ezt a négyes szintű képességet. Csak tudod, itt az a baj, hogy itt azt kéne kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mert hát a Shogoku az, igen, az könnyen én megkaptam, mert az ugye már vissza lett kívánva kölyökké, de a Vegeta az állítólag az csak úgy kapta meg, vagy nem is állítólag, mert az anime is úgy volt, hogy a holdsugarát, tehát hogy a gép, ami volt,
abban a részben, amit Bulma épített Bebi által, úgyhogy ő volt az, aki a földet megszállta, tehát hogy az ő parancsára épített egy masinát, ami felerősítette a hold sugarát, és állítólag, hogy úgy változott át Majommá, Ozaruba Vegeta. De hát, hogy itt a szuper száján hogy lehetne megcsinálni, én nem tudom. Én is azt tudom elképzelni, hogy legfeljebb a szuper kristálygömbökkel mondják azt, hogy minden hetes univerzumbeli szupercsillagos kapjon majom farkat. Én ezt tudnám kívánni. Mármint egy elképzelni kívánságképpen. Az a baj, szerintem most, ha ilyesmi lenne, akkor már Super Saiyan névnek neveznék már ezt szerintem, mert most már egy sokkal erősebb formák vannak, mint akkor voltak. És azért most vagy máshogy neveznék el, vagy ugyanúgy beadnák ezt a Super Saiyan 4-et, de szóval már sokkal gyengébb lenne, mint a többi emeset nem lehet nagyon használni. De ezért nem mondom azt, hogy a GT szállt már nem nagyon lehetne berakni, mert tényleg azok az erőviszonyok, meg azok a szintek, meg azok a képesség, meg a formák, még abban voltak, azok már nagyon gyengék lennének már a Superben. Hát nem tudom, majd elvárjuk még, hogy... De most nagyjából ugyan... Csomag, mert rengeteg izé volt erről, hogy most, hogy kérdezték, hogy most vajon melyik az erősebb, a Super Saiyan Blue, vagy a Super Saiyan 4. És akkor azt mondom, hogy talán a Super Saiyan 4, talán a Super Saiyan God szinten van talán. De az sem biztos. Aztán a Blue-nál vitös nem erősebb. Aztán meg a utáni szinten is beszéljünk akkor. Ezért mondom azt, hogy... Hogy ezt nehezen lehetne azt megoldani. Vagy nem az szuper szállán folytatnák, hanem egy indítanának egy komplet folytatást a GT-nek. Egy ilyen nem kánon rész, hanem egy ilyen teljesen ilyen alternatív rész, mint a Hero. Annál is, hogy csinálnak a GT-nek egy ilyen ugyanúgy alternatív sorozatot, amiben folytatnák esetleg a GT-t. De nem úgy, hogy az utolsó részet nem mennének benne. Hogy a halhatatlan a Goku meg minden, hanem azok a sárkányok szaga után folytatódna egyből. Nem az lenne egyből, hogy egyből elmenne és a nagy sárkánya és akkor halhatatlan lesz a Goku meg minden, hanem úgy folytatna onnan a sárkányos rész befejeződött. Azt tudom. Hát ezt így is, úgy is. Ilyet. Botrány. Most. Jó később legye. Golden Arrow. Aja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 j
Neked is a rúkiád, de ezt most hiszem észre csak. Próbáldam én is akkor. Én véglegesen. Fuck! Júj, ne! Mondjuk a bánkáj, bánkáj! Kegyelmez! Hát ez nem, nincs kegyelem. No mercy! Komoly. Hát csak nem szavazik a rúkéja? Igen. Nem csak az, ugye a... Nem csak a szerszak, hanem alapjáltal ott van a bizonyos búszaga, annál történik a legtöbb esemény, mert ott a szerszakában csak a Super Saiyan 2 fogják felvetni. Azt tudjuk látni meg inkább. Hú, az közel volt. Jújjúj! Hát igen, ezt nem lehet... Awakening ability-t nem lehet leszedni. Sehogy. Azt csak egy másik ability-vel lehetne hárítani, de hát...
Ez oké, és melyik kell? Ez majd a vége. Pegasus Rolling Clash. De mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogyha bejön Kaiba, akkor neki melyik lesz az ultia? Tehát, hogy megidézi Obeliszket vagy a három fejű? Ez a nagy kérdés. Tehát, hogy melyikre van jobb box? Jó kérdés most. Neki sokféle képesség is lehet akár. Amelyeket a játék fejeztük erősebb meg gondolnak. Hát, ja. A legfőképpen a búszagában lesz az a bizonyos rész, hogy mi halt meg a Vegeta, ha teljes mértében szétesett az ember. A Vegeta azért nyugdíjas úgy megy, hogy volt, hogy belemegyek a izébe, hát ilyen nincs. Ne! Most már kell. Ne. Mégis messze vagyok, még a Oszi úttal érjelek még. Nem is sebeztem el sokat most. Hú, de nem, ez közel volt. Ez a kiló, ez nagyon kész. Ajaj, de ezt most beszoptam, mint a vége. Ja, hát ez kicsit, na. Kivégzés lesz. Hát szerintem ez már vége. Ez kivégzés. Igen, ha. Finished. Voltam. Ez már azért szorosabb volt azért. Ja. A végig. Kitartott. Igen. Úgy tudom, most nem. Többet is kaptam volna ezért. De az gold azért az adja. Jó. Gold azért az adja magát. Ez jó. Még ha nem is sokat, de legalább adja. Buszagánál történik annak, akkor vezetik be a fúziót, ezeket a dolgokat, akkor ezt fogja bevezetni először. És akkor fog megjelenni a Super Saiyan 3 majd. Volt, ott vannak jönni az igazi újítások, inkább, amiket sokat látnak a Super Saiyan. Ja. Ez konkrétan befejező rész. 2091. részig eltart, komoly. Még ami kánon a Dragon Ball Superbe, az a 288. azt hiszem, hogy a 7. részig. Onnantól kezdve van az a része a 88-89-től 91-ig, hogy felvezetik a GT-t. Azt nézegettem, hogy ilyen izé nem mindig vannak, tehát ez itt mindig a... Ez mondjuk érdekesség, hogy az, mert nem mindig vannak ilyen night pályák, tehát az most random adja be, vagy attól függetlenül, hogy milyen napszak van odakint. Mert még nem, mert már megfigyeltem, hogy valamikor izé normálisan adja be, valamikor meg night van. Tehát hogy ez mi alapján... Mondjuk a pálya esetleg sötétben van? Hát igen, night-ba. Tehát, hogy ez mitől függ, hogy most azoktól függ, hogy kint milyen izé, tehát amikor az ember játszik, hogy kint milyen napszak van, vagy egész egyáltalán ezt így random adja be. Ez jó kérdés most. Szerintem nem, mert most... Mert voltak olyan pályák, amik nappal voltak, és mégis már sötét van. De nem ez... tudom. Szóval igen, ezt is jó lenne megérteni. Meg állítólag, hogy a Kaibával is, mikor bejön, akkor állítólag bejön a tournament pálya. Mármint a Songokonak a tournament pályája, az is be fog jönni állítólag. Tehát ugye ebből te, mondom ezekből mennyi lesz igaz, meg hogy hogyan, hát az majd elválik. Majd elküldöm a linket, azt majd elemezheted. Mert mondom, az én megoldásom az nem annyira sok, de akkor is legalább próbálkozok vele, hogy valamit értsek. Azt szerintem most, hogy a... Jézusom! Jó kérdés. Ja, azt mondom, hogy olyan pályákat kéne beadni, amik még olyan animékből, amiket még nem adtak még be most a... Mert Dragon Ball-ban már adtak már be a Z-pályát, a Namekot. Na jó, de hát az kevés, én mondom, hogy a... Túl, én a... izé... 8... világ... hát a 8 univerzum pályát laknám be, tehát a, mondom a... Zénoszom a pályát. Én úgy nevezem. Lehet, azt is. Szerintem azt lehet, azt is lehet. Nem, hogy esetleg a Bleachből is lehetne beadni pályát, ami valami... Uekomondos, igen, azt is be lehetne rakni. My Hero Akadémiából is, Black Clover-ből, vagy... másik nagyobb animékből, Yu Yu Hakusho-ból is, ami olyan helyszínek, ahol már
ilyen ikonikus helyszíneket. Hát a Zoro-ba az meg azért... Hát így... Kérdezlem. Uram, atyám. Heavenly Flying Dragon, a mennyei repülő sárkány. Ez így. Mondom, hogy most már nem hagyom magamat. Látom. Múltkor, ezért kicsit... Nyugdíjas új farc ez az izé. Ez a Garlash lesz, ami nagy izé. Nagy ember. Ez is mi fasz meg. Ma te egy Derut Sandstormozol? Boldoz. Inkább mondok a démon... ...zé hurikánnál inkább. Úristen. Pedig próbáltam, de nem jött össze semmi. Hát jó van. Próbáltam visszahozni rá magamat, hogy ne 2-0-ban veszítsak, hanem most csak 1-2-1-el. Jaj! Useless. Hát igen, useless. Használhatatlan halad. Ez mi? Várom! Ez a B mozdulatom. Tehát, hogy tudod, elő, meg így megyom ezt a B-t. De ez most... olyan képes, amit áttör a védelmet? Hát lehet, hogy olyan, mint a Yusuke a lefejelése. Nem is értem. Ez nem igaz. Belefaladtál megint. Nem értem. Az igen. Hogy néha hogy működik ezek. Az akció. De esetleg furcsa néha. What the fuck? De... Jesus. Menj innen Garába az meg. Faszit téged kell lehozni. Gara a leghasznantatlan csöves karakter. Mindjárt mondja valamelyik rajongó, hogy izé, na, miről beszélsz te, hát nekem tetszik vele, miről beszélsz te, vagy a francba? Mondom a nagy izé rajongóknak, hogy most izé, Gara egy cigány karakter. Ne, ilyet nem mondunk, nem cigányozunk senkit, jaj, maximum kisebbségit mondunk. A Gara egy kisebbség kompresszusú élet, életlen megáldó. Hogyha a cipő főzért tudja bekötni, ha van. Hát a levegő nálam Róma útra ment. Ráj! Kár ez konkrétan annyi tény, mint egy nagy izé zsák földön. Hát ez jó volt. Kész. Na, és ez a... Most már egy megtanultuk azt, hogy kit nem szabad használni, mint a kezdve. Aha, most már nálam is izé night, vagy midday pálya van. Olyan lassú karatte ez az izé. Hát igen, de ez is az, hát nálam is például League of Legendsben ugyan játszok, nálam is van egy pár olyan karakter, aki egyszerűen használhatatlan. De olyan szinten használhatatlan, hogy egyszerűen a képességeik azok valami borzalmasak. Nincsenek átgondolva. Hát azért a meccsám az, hogy valamelyik karaktert erősebbet csinálják, hogy azt valamelyik legyen, ami fentebb van a többiekhez képest, és valamelyik karaktert, ami még egy gyenge korosztályba rakják. Counter karakterek, jó, counter is az. Most nézzük ezt a felosztáshoz. Mindegy, tehát, de akkor is azt mondom, hogy egy-egy képesség annyira nincs átgondolva, tehát, hogy
Jó, tesó meg idés így mondja, hogy dehogy nem, jók azok, csak egyszerűen izé... Jók ezek, de akkor hogy néznének már ki, mert van egy pár karakter elképzelésem, hogy hogy lehetne jobban megcsinálni a képességét. De hát én csak próbálom realizálni a dolgokat. Realizálni dolgokat, mert például vannak olyan fajta képességek, amelyek egy-egy elleni harcban nem lehet használni. És vannak olyan fajta képességek, amelyeket csak másokon, tehát hogy szövetséges karakterekkel lehet használni. És az meg hogy néz ki egy-egy elleni harcban, hogy most van egy képesség, amit nem tudsz soha használni. Ezektől akadok én föl. Ezektől. Ezek is előfordulnak néhány azért fölgén játékokban. Mitől akad be ennyire? Most úgy belaggolt hitel a játék most. Repülsz be azon, Sasuke-t. Hova mész? Katum. Hajjára bó, Jutsu. Ajajajajaj. Fussan, ne utolskan. Akkor ez is olyan támadás, amit egyszerűen azért kivédi azért a védekezést is. Jaj, ne! Kakuzuchi! Aztán, hogy kivédezzem. Kakuzuchi. Na ez a... az a karakter, amit nem tudom pontosan, hogy most melyik animéből van most. A Kenshi-ből. Ja, a Kenshi-ből. Igen, már utána jártam különben. Először azt hittem, hogy ez valami Naruto-s karakternek tűnik. Ez biztos nem. Nem, de mert tudod, a Danzo is így néz ki a bekötözése miatt. Hát... ott picit eltélyesek van, de azért hasonló, igen. De megint, ezt a karaktert, ezt nem lehetett szembeadni, ezt a... ezt a speedbot egyszerűen... ilyen nincs. Most már nem tudom úgy beadni ezt a izét. Nézzem, mint a Netflix-on Kamehami, hát elége. Ilyet. Át kell adni a Super Saiyan Blue-ba, mert szerintem teljesen mindegy. Ez milyen a tám... Én sem tudom, én csak így próbálom használni. Kértem. Azért látszik, a... hogy... Shishiro, azt hiszem ez a neve. Meglátszik, hogy Shishiro azért van kis tombossága. Látod, na gyere! Dur! Jó, most! Gyere! Dugulót is megidéztem. Hol? Hú, ez nem is tudom, hogy sikerült ezt most. Nem is akarom tudni inkább. Hú, de melyik kezdtél, ha pont elén. Tiszt ijesztő voltál. Na most leszek ijesztő. De nem mondod! Oh. Ez is fura urázik. Mindenki urázik. Egyetlen. Egy Toguro, miért nem nyomod? Hát ez nem, mint hogyha nem reagálna semmit a gombnyomásomra. Hú, de alsó gatyás lettél hitelen. Komoly. Na még egyszer. Teljes erőben dobás, szó szerint. Jézusom. Hát a Toguro az tényleg egy rohadt erős. Ez most... nem tudom, hogy sikerült ezt most. Úgy azt tudom, hogy erős. Ennyire bazd meg. Meghúgottam. Konkrétan már most nem tudok mit kezdeni, már konkrétan annyira lemaradtam. Te! Ez a hajta vége. Finit! Ez szép.
Hát, Shishiro, Makoto, Shishiro, Toguro, Younger Brother, Killua, Zodlik, vagy mi? Zoldik, Dick, Dicsák Buksi. Nézd meg, Dick már Zold. Na ez igen. Na. Ja. Ez jó volt. Ja. Jó van. Kettő, viszont azt mondom, itt most szerintem fejezzük be, ja, majd legközelebb folytatjuk. Ja, majd legfeljebb, mikor kijönnek az új karakterek. Ma most hosszabb lett, mint az előtt. Szóval kijönnek új karakterek, akkor majd újra visszatérünk ide a Jump Force világát. Addig ja. is. Ja, én is azt mondom, akkor, hogy de akkor... Srácok, akkor mindenki nyomadom, a soly szikert kívánunk. Ja. Addig köszönjük a nézőtől. Igen. Szia. Találkozunk a következő videóban.